A beruházás három települést érint. Ezzel Mérken, Ökörító, Fülpösön és Fábiánházán összesen 10 épületben 102 fő elhelyezése vált lehetővé. A Mérki intézmény férőhely kiváltási projektének lényege, hogy az intézményben élő fogyatékossággal rendelkező személyek kisebb lakóegységekbe, otthonosabb környezetbe és a szükségletekhez igazodó ellátási formába kerülnek ki. A támogatott lakhatás egy új szolgáltatási elem, melynek lényege, hogy a lakhatás biztosítása mellett az ott szolgálatban szolgáltatást igénybe vevők részére a különböző szolgáltatási csomagokat nem intézményi kereteken belül, hanem a szociális alapellátás bizonyos szolgáltatási elemein keresztül kapja meg. A programba kerülés feltétele egy előzetes komplex szükségletfelmérés, amely alapján a Mérki intézmény dolgozói meghatározzák, hogy kik kerülhetnek a kisebb lakóegységekbe. A sajtótájékoztatón elhangzott, a 10 épületből 8 zöldmezős beruházás keretében épült, 2 pedig felújítottak. A támogatást 100%-os uniós támogatással 1 milliárd forintból valósult meg, összesen 102 fő fogyatékos személy fog kitagolásra kerülni ezekbe az épületekbe, 12 fős lakó otthonokba és 25 fős lakócentrumba. Az épületek mellé kiszolgáló helyiségként egy foglalkoztató, illetve egy szolgáltató központ is felépült. A projekt részeként a lakók és a dolgozók új működési formára való felkészítése is lezárult. Az új ellátási rendszer legfontosabb eleme, hogy a fogyatékkal élők a legnagyobb önállósággal és a legkisebb támogatással élhetik mindennapjaikat.